Thank you.
Mérkőzés előtt, amit hallottunk, az az volt, hogy leginkább a védekezésükre készültetek, ezt a spanyolos zónát kell valahogy feltörni. Mondhatjuk azt, hogy ez az elején igazán jól sikerült, és onnantól csak ért a szokásos, tulajdonképpen egy képen tartott mérkőzés végig. Így van, ugye arra készültünk elsődlegesen, mint hogy minden mérkőzésünk, hogy kevés gólt kapjunk. Ez megmutatkozott, hogy nem sikerült. Az elején jó volt, azt gondolom, hogy el is húztunk 3-4 góllal, kevés gólon tudtuk őket tartani, csak ezt már beszéltük ugye a csapaton belül is, meg említette a vezetőedző is, hogy felpúl közben a védekezésünk, miután elhúzunk. Nyilván jobb akkor puhul fel, miután már vezetünk 4-5 góllal, de ugye azt szeretnénk elérni, hogy ne puhuljon fel egész mérkőzésen, mivel egy jobb csapat ellen ez nem férhet bele, sokkal erősebb védekezés kell, és már most szombaton is a Szuperkupa döntőn is sokkal erősebb védekezés kell. Nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy könnyű meccs lesz, mert még nyertünk 5-6 góllal. Én biztos, hogy azért lesz ami szembeszelünk, és úgy készülünk, hogy sokkal jobb legyen, jobban zárjon a fa. Jó, de azért játékos fejjel mennyire nehéz több gólos előtudatában ugyanazt a keménységet hozni, mint mondjuk az első pár percben, amikor még azért nem lefutott a kérdés. Tehát valahol ez természetszerű, hogy picit azért felfugló a védekezés? Sajnos természetszerű, de ezen dolgozunk, hogy ez ne legyen az. És azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy előre lépjünk. Jelen esetben még ebben a szezonban nem volt olyan igazán nagyon fontos, nagyon erős mérkőzésünk. Nyilván ezek is fontosak, mert nagyon fontos 3 pontokat gyűjtünk, de nem olyan játékerőt képviselnek még az ellenfelek, akikkel eddig játszottunk. Azt lehet mondani, hogy talán mostantól jobban beindul. Megyünk majd Szolnokra, ugye most szombaton Szuperkupa dönt, utána a BL-ben is egyre nehezebb mérkőzések. Tényleg azon dolgozunk, hogy elsősorban hátul legyen minden rendben, inkább kevés gólos mérkőzünk, sokkal kevesebbet, csak ne kapjunk. Mi az, ami viszont azért ezekből a mérkőzésekből úgy összeszedett a csapat? Tehát amikből azért úgy lehetett építkezni ezekre a mérkőzésekre, akár már szombatra? Az mindenképpen biztató, hogy 10 évről lövünk, az nagyon jó. Azzal azért majdnem mindenhol lehet meccset nyerni, sőt mindenhol, de nyilván a nagyobb csapatoknak nem fogunk ennyit lőni. Annak mindig örülünk, hogyha 10 gól fölött vagyunk. Azt gondolom, ezt ki lehetne emelni pozitívunként, negatívunként, meg ugye a blokkok hiányát nem nagyon segítettük se a Stromát, se a Bandit, miután beállt. Ez, ami kicsit most hiányérzetet ad, de ezt levideózzuk, felkészülünk szombatra, és azt gondolom, hogy már jobban fog zárni, sokkal jobban a védelem szombaton. 17-11, az újfajta szabályok tekintetében azért mindig át kell értékelni a kapott gólok mennyiségét.
kezdjük a védekezéssel. Ez a 11 gól, ez így mennyire van rendben, vagy éppen nem? Hát nekem nincs rendben. Az rendben van, hogy itthon tartottuk ezt a 3 pontot, és a támadás az azért meggyőző volt. Azt gondolom, hogy az első 2 nélben védekeztünk jól. Ugye az első 2 nélben kaptunk, jól emlékszem, 4 gólt, és utána ugye ezt az összes többit a másik 2-ben. Tehát talán azért azt gondolnám, hogy ez inkább én a mi hibánknak tartom, mint a bármilyen típusú bírói felfogásnak, bár tény, hogy volt egy-két olyan kiállítás, amivel én személyesen nem értettem egyet a végén, de ez teljesen mindegy. Ha nagy mérkőzéseket akarunk nyerni, akkor mindenféleképpen egy bizonyos 100% alatt kell tartanunk a hátrányos védekezésünket, az pedig a 25%. Ezt tudjuk, dolgozunk rajta hétről hétre, napról napra. Azt gondolom, hogy a csapatnak is megvannak az épülési fázisai. Pont ezeken a statisztikai mutatókon látszik, hogy mikor kezd el egy picit újjáépült, bármelyik csapat újjáépült csapatként funkcionálni. De éppen emiatt ez a 3 bajnokok ligája mérkőzés, ami tulajdonképpen picit egy kaptafára ment, mennyire szolgálta jól ezt a fajta felkészülést, ami majd az igazán éles mérkőzésekre kell, vagy akár csak egy rekku elleni csoportmérkőzésre, mennyire tud épülni ezekből a csapat, mert azért igazából itt még nem volt megkérdezve az együttes, hogy mit is tud pontosan. Én is így gondolom, hogy lépésről lépésre látjuk azokat a úgymond hibákat, amelyek előjönnek ezeken a szerintem közepesen erős mérkőzéseken. Nyilván le kell vonni a konklúziót, és egyértelmű a konklúzió, tehát hogy ezeken a mérkőzéseken én úgy gondoltam erre a mérkőzésre is, hogy nem is kell, hogy lőjünk ennyi gólt, de kapjuk pont ennek a felét. Tehát hogyha ez szerintem reálisan nézve, ez egy 6, maximum 8 gólos, hogyha tényleg kapunk esetleg 1-2 még olyat benne, ami talán fakad ebből a fajta felfogásból, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen rendben van a mérkőzés, mert az meg viszont benne van ebben a csapatban, hogy ennyi gólt lőjön. A másik oldal az, hogy nyilván túl tudtuk őket lőni támadásban, és ugye ezért volt talán egy hullámzás is a mérkőzésnek. Ez is benne lehet, ettől függetlenül nekünk továbbra is azt mondom, hogy le kell vonni azt a fajta konklúziót, hogy ez 4/4-ig tartani mérkőzés, 4/4-ig kell tudni koncentrálni elől is, hátul is.